Minden évben felléptek a Magyar Dal napján. Miért fontos ez nektek? Hello, szia! Hát kicsit le is vagyunk amortizálva szerintem. Hát azért fontos, mert ugye mi is magyar dalokat játszunk. Hát, hogy magyar szövegű dalokat írunk, és ez tényleg fontos volt nekünk mindig is, hogy fellépjünk, megmutassuk magunkat. Esetleg ilyenkor többen is láthatnak bennünket. Hát ugye nemrégiben volt Eger a Magyar Dalnak ennek a fővárosa, és meg akkor is játszottunk. Most idén nem tudtunk szabadtérre játszani, de örültünk neki, hogy itt játszhatunk, itt a könyvtárban, mert most egy más hangulatot mutathattunk meg így a zenekarból. Sőt, mi volt? Bocsánat, csak ez különleges hangulat, és én szeretném, hogyha ez hagyomány lenne, és soha nem játszanak mi a dobótéren. Játszanak ott, akik akarnak, mi meg játszunk itt a könyvtárban, mert az illat, a könyvek szaga, a CD borítók szaga, és ilyen nagy emberek CD-i itt vannak. És mi itt zenélhetünk közöttük, tehát valahol ők is itt vannak egy picit, meg mi is itt vagyunk, tehát... Ugyanúgy látom, jó. Hogy a Rolling Stones a kedvenced, számos Rolling Stones lemezünk van, és akkor itt kérdezem meg, sokan vagytok tagjai, és gyerekkorotok óta jártok a zenei könyvtárba, hogy mi a véleményetek, hogy miért szeretitek a zenei könyvtárunkat? Én elmondhatom, hogy iskola helyett is jártam ide, például komolyan. Tehát az volt, hogy ugye nem volt kedvem bemenni, és akkor tudtam, hogy ez nem tudom, délután nyitott valamikor, addig kihúztam, hogy régen. Szórakozó helyet, és akkor utána bejöttem ide, de akkor még ilyen fakok voltak így, és akkor tehát az egész terem, itt lehetett bérelni CD-ket, akkor még CD nem mindenkinek volt, ugye, és akkor meg voltak ilyen kuriózumok, amiket nem hallottam még soha, és nagyon élveztem, hogy beültem, és akkor szöveg, meg mondtam, előttem minden. Annyi pénzünk volt, hogy ki sem tudtuk bérelni, úgyhogy meghallgattuk itt. Igen, az meg a másik, hogy valami, nem tudom hány forint volt egy szám, de volt, hogy CD-ről hoztam egy üres kazettát, és így átírattam itt CD-n, emlékszek, és így jutottam hozzá olyan nagy erekékhez. Ez még a szerzőjogi törvény előtt volt. Igen. Milyen jó lemezcím, mert hogy hány forint egy szám. De én nagyon szerettem itt lenni, tényleg komolyan, tehát akkor még más hangulata volt az egésznek. 3 éve is felléptetek nálunk, és akkor is egy Unplugged koncerttel, és ma is, hogy mi volt ez a különleges hangulat, ami átjött most a műsorotokból, mi adta a különlegességét? Most az volt a különbség a múltkorihoz képest, hogy ugye volt egy, hát a hangszerelésben szerettünk volna most valami olyat nyújtani, amit eddig még nem. Ugye volt egy zongorista, a Várfi Istvánnak, tényleg ezúton is köszönjük, és a Baranyi Olivér csellózott neki is, meg mi ez a gitár, ami? Igen, csarangó. Kis gitár. Egyébként azt gondoltam, hogy ez egy magyar, vagy nem tudom, ilyen hangszer, és kiderült, hogy egy mexikói vagy... Mondd nyugodtan, én azt gondolom, hogy ez egy cigány hangszer. Igen. A fickó Olivér mondja, hogy ez nem, ez egy dél-amerikai hangszer, és atyai dél-amerikai hangszer. Ezen játszott az Angyolok Városát? Úristen! Egyébként stílszerűen, tehát most miért ne? Hát az Angyolok Városa az ugye Los Angeles, City of Angels, annak idején, amikor legalábbis... Jó, nekem az nem Dél-Amerika. Az álmaimban, jó, oké, de legalább az a földrész. Amikor én megálmodtam ezt a szöveget, akkor mindig, tehát az úgy indult az egész, hogy amikor én lefeküdtem aludni, akkor mindig arról ábrándoztam gyerekként, hogy majd egyszer Amerikában nagy híres ilyen ikon leszek, és akkor erről született, hogy az Angyolok Városának a szövege. Ma mai napig így fekszek le. Igen, most találjuk. Még most is bejöhet. Igen, szóval visszatérve a kérdésre, abban volt ez más tényleg, hogy próbáltunk minden számot, és egyébként az új albumról is a legtöbb számot megpróbáltuk eljátszani, amit eddig még nem sikerült. Mert megvoltak hozzá körülmények, volt hozzá zongora, minden, és akkor így meg tudtuk azt valósítani, hogy tényleg úgy szóljon, mert azt meg nem szeretnénk sokszor, hogy eljönnek az emberek koncertre, és nem azt kapják, nem úgy, ha szólal meg egy bizonyos dal. És itt tényleg megfelelő volt minden, úgyhogy szerintem jól sikerült, majd esetleg meghallják ők, még meg kell, hogy hallják. Egy csomó számot hallottunk erről a lemezről, nemrég jelent meg ugye a Most című albumotok. Miben különbözik ez az előző albumotoktól? Mindenben.
Beszéltek ti is. Én beszéltem már rengeteget. Miben különbözik? Öregszünk mi is. És máshogy értelmezünk dolgokat. De ami a legfontosabb, hogy lassan mindenki szerző már a zenekarban. Lassan már mindenki írt szöveget és dalt is, és meg a... nem sajnáljuk egymástól, felveszünk ezeket a dolgokat úgy, ahogy vannak. És szerintem túl jó lett ez a lemez ahhoz, hogy kiadjuk. Nem kellett volna kiadni. A szövegeknek a mondani valója egy kicsit ilyen, talán mélyebb, mint az előző, az ilyen bújzósabb. Nem jól mondom, de igen. Ez a meglátás. És ez tényleg fontos, amit Andy mondott, hogy most van több szerző is az albumon, ami eddig nem volt jellemző, és egyébként, amit mindenki mondott, amikor először meghallotta az albumot, az volt általában az egyöntetű vélemény, hogy nem ezt várta, de pozitív értelemben. Tehát, hogy azt gondolta, hogy ez egy olyan album lesz, ami az Ennyi a lényegnek a folytatása. Mi tudatosan nem akartuk az Ennyi a lényeg folytatását megcsinálni, mert azt már megcsináltuk egyszer. Szerettünk volna valami mást, tényleg is szövegben is, meg dallamokban, meg tényleg így mondani valóban mindenben is, és szerintem összejött. Több hangszer van rajta, emiatt nehezebb is eljátszani a dalokat, de szerintem ez majd... Vannak olyan albumok szerintem legalábbis, én úgy vettem észre, amik abban az időben, amikor megszületnek, még nem olyan népszerűek, és később váltják ki azt a népszerűséget. Szerintem ez az album is olyan lesz, hogy majd később talán többre fogják értékelni, mint most. Tehát 20-30 év múlva ez biztos, hogy majd beérik. Mik a elkövetkező terveitek? Hát soha többé nem koncertezünk, tehát aki ide nem jött el, az minket többé nem lát. Elköltözünk a holdra, és... Nem, egy új Beatles korszak. Igen, megvettük az új szkafandereket, és többé a földön mi nem játszunk már a bolygón. Majd a másikon. Nem. De van egy nagy meglepetés, bomba tervünk. Volt már idén egy tervünk, de azt inkább lemondtuk, mert nem értünk rá, mondjuk így. Van egy tervünk, de Majd egyszer elmeséljük, hogy miért nem értünk rá erre a tervre. És majd azt is elmeséljük, hogy miért nem meséljük el most. De van egy nagy tervünk idénre, és valószínű tényleg, hogy tehát nem hülyéskedtem ezzel, hogy nem koncertezünk, de valószínű nem ősszel nem sokat fogunk koncertezni, mert egy... stúdióba vonulunk, és kitaláltunk valamit, amit majd remélem, hogy jövőre már nem csak ennyien fogjátok nézni, hanem... De ez most nagyon drámaian hangzott, hogy a háttérben a templom... Igen. Tehát valaki szóljon Quasimodo. Szóval egyébként szeretnénk népszerűsíteni ezt az albumot, mert erről még ugye alig ismernek az emberek dalokat. Tehát felszeretnénk, hát legszívesebben egyébként mindre csinálnánk videóklipet. Reméljük, hogy minél többre lesz. Ja, igen, és klipet forgatunk. Említetted a koncerten is, melyik szám? Ez a Véletlen műve. Igen. Ez nagy vita volt, hogy mire forgassuk klipet. Nem is tudom, ki döntött el, szerintem Tuza döntött el, mert ő a főnök. Titkon. Remélve én a... Apukája dalára szavaztak volna. Arra is szeretnék. Szerintem a legszebb dal, amit valaha írtak. Hogy nem én döntöm el ezt egyébként, szerintem az emberek döntik el, hogy hányan jönnek oda hozzám, hogy az a dal jó, vagy az a dal jó. És én ezt általában így próbálom így reálisan látni, hogy értékelni, hogy hányan mondták ezt, meg azt. És ezt már annyian mondták, hogy nem tehetjük meg, hogy erre nem készüljük. Úgyhogy ilyen egyszerű.